75 éves a hegyvidék, az évforduló alkalmából helytörténeti konferenciát rendeztek. Idén is segítettek a MOM sportangyalai. Ismert sportolók és művészek is csatlakoztak a jótékonysági akcióhoz. Karácsonyi meglepetés, a fejlesztő napközi otthon lakóit ajándékozták meg a hegyvidéki bővízi pólósai. A Budai Híradót látják, köszöntöm Önöket! 75 éves a hegyvidék. A kerek évforduló alkalmából helytörténeti konferenciát rendeztek a MOM Kulturális Központban. Az előadók között művészettörténész, régész, hadtörténész egyaránt feltűnt. A hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény immár 6. alkalommal rendezett hasonló konferenciát. Római kori emlékek, a 12. kerület kialakulásának története, a hegyvidék természeti értékei. Többek között ezekről a témákról esett szó azon a helytörténeti konferencián, amelyet a hegyvidék 75. születésnapja alkalmából rendeztek. A kerület egyébként középkorúnak számít Budapest városrészei között. Úgy indult 1873-ban, hogy 10 kerület alakult meg, abból alakult meg ugye Budapest főváros, és aztán 1940-ben jött létre a 12. kerület, de tehát ez olyan középút, mert aztán 1950-ben nyerte el aztán a végső arculatát a mai Budapest, amikor még 10 kerülettel bővült, aztán ugye még Soroksárral is, tehát azt mondta, hogy ilyen középkorú a hegyvidék. Pokorni Zoltán polgármester köszöntőjében kiemelte, a gesztenyéskert és az egykori magyar optikai művek környezetében egy kisvárosi hangulatú kerületi központ jött létre. Ehhez kapcsolódhat hozzá a Böszörményi út és a Királyhágó tér környéke. Ha a kettő össze tud kapcsolódni, a Királyhágó tér és a MOM környéke, a MOM központok, akkor már eléri azt a kritikus tömeget, ami ilyetén tud szolgálni. Ennek a kisvárosnak, a hegyvidékieknek a mindennapi életét szervező városközpontként. Ez a célunk, ez nem túl nagy titok. A szervező hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény munkatársai igyekeztek minél többféle szakembert meghívni a konferenciára. Feledi Balázs művészeti író például a kerület képzőművészetéről beszélt. Kiemelte, a hegyvidéken jelenleg mintegy 300 aktívan alkotó képzőművész él. Általában Budapestet körbenézzük, ugye tudjuk, hogy ez egy értelmiségi kerület. Évtizedek óta ez közhely tulajdonképpen önök előtt. A 12. és a 2. kerületnek elsőnek, de hát az pici kapacitás, óriási a vonzása a művész társadalomban. Tehát szeretnek itt élni a művészek. Érvényesülni ebben a kerületben nagyon nehéz, de lakni itt jó. Tehát nyilvánvaló az érvényesülés az nem is köthető földrajzi keretekhez, csak bizonyos esetekben. Vidéki helytörténeti gyűjtemény korábban is szervezett már hasonló konferenciákat. A mostani a 6. volt a sorban. Korábban már voltak ilyen konferenciáink, mindegyik meg is jelent egyébként a helytörténeti históriák sorozatban. Legutóbb a 40 éves helytörténeti gyűjteményre emlékeztünk, de volt már Jókai Morra, Barabás Miklósra, illetve Mátyás királyra emlékező tematikus konferenciáink is. Nemrég a Testnevelési Egyetem főépületében nyílt jubileumi kiállítás, amely a TF 90 éve mellett a hegyvidék sporttörténetét is bemutatja. Több postai szolgáltatás is drágul januártól. Az ajánlott levelek feladásáért és a tértivevény többletszolgáltatásért is 5 forinttal kell majd többet fizetni. A hivatalos irat ára 10 forinttal drágul. Ezen kívül az egyetemes csomagszolgáltatás keretein belül elérhető postacsomag alapdíjak egységesen 100 forinttal emelkednek. Karácsonykor és évvégén ünnepi nyitvatartás lép életbe a postahivatalokban. December 24-én csak a szombaton is nyitvatartó posták állnak az ügyfelek rendelkezésére, december 25-26-án pedig valamennyi posta zárva tart. A karácsonyi tűzesetek megelőzésére hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. December első felében országszerte már több mint 300 lakást tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ez a szám pedig az ünnepek alatt és után tovább emelkedhet. Az adventi koszorúk és a karácsonyfák ugyanis néhány nap alatt kiszáradnak. Idén is segítettek a MOM sport angyalai. A Hegyvidéki Sportközpont jótékonysági kezdeményezéséhez ebben az évben is sokan csatlakoztak, köztük ismert sportolók és művészek is. Az adományokat hátrányos helyzetű és állami gondozott gyerekekhez juttatják el. Az ünnep jelképe, alatta pedig az ajándékok. Sok gyermek azonban mindenről csak álmodhat.
Azért, hogy a családjuk nélkül karácsonyozó gyermekek álmai is valóra váljanak, a MOM Sport idén is meghirdette jótékonysági akcióját. Az adománygyűjtéshez ebben az évben is sokan csatlakoztak, köztük sportolók és művészek is. A MOM Sport angyalai idén sem tétlenkedtek. Az akcióban összegyűjtött játékokat, édességeket és más ajándékokat kakaópartin adták át a gyerekeknek. Lábirányító sokkal szerintem valamelyik, ez a pirosat vagy sárgát. Kocsis Tibor egy mozgássérült kisfiú kívánságát teljesítette. Zolika egy távirányítós autót kért karácsonyra. Azt láttam rajta, hogy még az elején fel se fogta hirtelen, hanem aztán utána oda mentem és beszélgettünk egy kicsit, és aztán láttam rajta a nagyon nagy örömöt, és olyan jó látni ezt egyébként, szóval azt hiszem, hogy a karácsonynak ez a legjobb üzenete ilyenkor, hogy az az alap dolog, hogy ugye a családunknak, a szeretteinknek, meg a barátainknak így örömet okozunk valamivel, de amikor valaki olyannak is, aki nem feltétlenül számít rá, vagy nem is ismerem, és mégis örömet tudok neki okozni, az egy nagyon jó dolog. A hírességek többsége minden évben részt vesz valamilyen jótékonysági akcióban. Minden a jótékonysági rendezvényre szeretnék eljutni, ahova csak lehet, mert annak köszönhetően, mint magánszemély természetesen szintén, mert akármennyire is elhasználtan hangzik, hogy elcsépen hangzik, nagyon szeretek segíteni az embereknek, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt megtehetem. De mindenki más megteheti, tehát hogy ez nem pénzkérdése, hogyha ha valakinek több pénze van, azt tud segíteni, segítség az nem okvetlen pénzből áll. Karácsonykor évvége felé ugye az emberekben jobban fel lehet kelteni az adakozási vágyat, a jótékonyságot. Ne felejtsük el azonban, hogy nem csak egy évvége van az egész évben, hanem tényleg az évközben is szükség van a segítőkezekre, és én ezért támogatok is rengeteg olyan akciót, ami elsősorban gyerekekhez szól, és segélynyújtásról szól. A MOM Sport 3 éve szervezi meg adománygyűjtő akcióját, amelyhez évről évre egyre többen csatlakoznak. A hegyvidéki gyermekotthonok lakói megírhatják, vagy lerajzolhatják, mit szeretnének karácsonyra. A kívánságokat ezután közzéteszik a MOM Sport közösségi oldalán, így bárki vállalhatja, hogy teljesíti azokat. A támogató gyerekeknek a száma minden évben növekedik. Idén a legnagyobb 41 gyermeknek teljesítettük a kívánságát, és még több kívánságot is tudtunk volna teljesíteni, mert még több felajánlás érkezett, ugye ezért hoztak ide például édességet, vagy 100 darab plüssállatot, de ezeket oda fogjuk adni a gyermekotthonoknak, és a gyerekek elvihetik magukkal. A MOM Angyala kampányt egyébként a Magyar PR Szövetség is díjazta már. Megdöbbentő állapotok uralkodtak abban a Pest megyei húsüzemben, amelyet nemrég ellenőrzött a Nébih és a NAV. Nem csak az áruk jelölésével akadtak problémák. A nagykereskedés mögötti épületben egy engedély nélkül működő üzemet fedeztek fel az ellenőrök, ahol rossz higiéniai körülmények között betonkeverőben készítették a giroszt. A termékeket főként fővárosi gyorséttermekhez szállították ki. Összesen 22 tonna húst foglaltak le a szakemberek. A cég milliós bírságra számíthat. Karácsonyi meglepetéssel készült a hegyvidéki Bővóter Póló Klub a fejlesztő napközi otthon számára. A sportolók évről évre kedveskednek a kerület egy-egy szociális intézményének. Idén a sérült fiataloknak ajándékoztak többek között készségfejlesztő játékokat és sporteszközöket. Egyesületünk sportnak nevében szeretnénk boldog ünnepeket kívánni, és átnyújtani ajándékainkat. Készségfejlesztő sporteszközöket és játékokat ajándékoztak a hegyvidéki Bővóter Póló Klub felnőtt csapatának játékosai, a fejlesztő napközi otthon gondozottjainak. A sportolók évről évre karácsonyi meglepetéssel kedveskednek a 12. kerület egy-egy szociális intézménye számára. A 3-4 éve ajándékozunk itt a kerületben. Voltunk már gyermekosztályon, kórházban, voltunk már a vakok intézetében és gyermekotthonban. Tavaly a lisztérzékenyeknek próbáltunk egy kis örömet okozni karácsony előtt, és most vagyunk itt. A vízilabdázók a klub költségvetéséből és saját felajánlásokból finanszírozták az ajándékokat. Szerintem ez egyénileg is mindenkinek nagyon fontos, hiszen itt vannak az ünnepek, mindenkiben gyúl a szeretet, mindenki szeretne segíteni a többieken, és hát igyekszünk kiépíteni egy kapcsolatot a vízilabda klubunk és a 12. kerület között, és mindig szívesen segítünk ott, ahol tudunk a kerületben. A csapatkapitány elmondta, előzetesen kiderítették, mire lenne szüksége a fejlesztő napközi otthon közösségének.
Így került az ajándéktasakokba, többek között az a mikrofon, aminek nagy hasznát veszik majd a különböző rendezvényeken, mondta az otthon igazgatója. Sándorné Erdély Judit hozzátette, a fejlesztő játékok és sporteszközök is állandó használatban lesznek, mivel az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a testmozgásra. Vannak közöttük olyanok, akik úszni járnak, illetve hát ilyen atlétikai foglalkozásokon vesznek részt más szervezetekhez, illetve mi magunk is szorgalmazzuk ezt, hogy minél többen sportoljanak, kiránduljanak munkatársaimmal együtt, illetve hát családi programok, intézményi programok, közös futás, amit most már évek óta szorgalmazunk, és egyre inkább bekapcsolódnak ebben nem csak a sérült fiatalok, hanem a családtagok is. A fejlesztő napközi otthon gondozottjai saját készítésű mézes kaláccsal, karácsonyfa dísszel és az intézmény 20 évét bemutató DVD-vel készültek az ajándékokért cserébe. Elhunyt Benkó Sándor. A Kossuth Díjas jazzklarinétos mindössze 17 évesen alapította meg a Benkó zenekart, amely szinte minden díjat, elismerést elnyert, amit itthon és külföldön kaphatott. A művész 76 éves volt, temetéséről később intézkednek. Adásunkat az interneten is követhetik honlapunkon, a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!